Faültetési program kezdődött Keszthelyen. A MOL Új Európa Alapítvány által meghirdetett Városfa programban részt vesz az önkormányzat. November 30-áig a város több pontján összesen 70 csemetét ültetnek el. Elsőként a Ranolder iskolánál került erre sor, ahol az intézmény diákjait is bevonták az akcióba. Itt 2 házfát ültettek a vízmunkatársaival. A Georgikon utcában fasor megújítás lesz, a Kossuth utcában pedig pótlás, de a strandokon, a Vasari és a Semmelweis utcákban is ültetnek.